To the fans, thank you for coming along on this extraordinary journey. Thank you to all the people I don't know, allowing us to keep playing these games and keep telling these stories. Thank you so much for trusting me with this character that you've known for over 20 years. I really loved playing Tormund. You wanna fight? This has been a life-changing experience, being on this. I never expected people to like Brienne of Tarth. I was totally prepared for people not to. The fans have, like, given me an identity that I didn't have. There are far more fans of the show than we ever thought was possible. It would be nothing if it weren't for all the rumours and theories and intense discussion going on and the Game of Thrones viewing parties. Keeping it alive when we take, like, a year and a half break. But everything has an end, even Game of Thrones. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Megtörtént. Véget ért a történet. Ezt a videót a tubeshop.hu egyedi pólók támogatta, ezúton is köszönöm szépen a szponzorációt. Szóval mindenki tudja, hogy az éjkirály megölt mindenkit. Tehát elfoglalták Westerost, elérkezett a hosszú éjszaka, és kész. De kirakták ezt az alternatív befejezést, ami... A 8. évad olyan volt, mint a Hindenburg. Elkészült, szépen lassan elkezdett repülni, azt felrobbant. Kész. Ennyi volt. Szeretnék beszélni az első benyomásaimról. Ugyanis egy olyan sorozatnál, ami a karakterekről szól, tehát az lenne a lényege, hogy vagy szereted, vagy gyűlölöd, vagy csak egyszerűen szimpatikus valaki, ott nagyon fontos, hogy milyen érzelmeket tudnak kiváltani a nézőkből. Miután megnéztem a részt, akkor jöttem rá, hogy 75 perc alatt háromszor mentem ki cigizni. Nem azért, mert izgultam, nem azért, mert szomorú voltam, nem azért, mert boldog voltam, egész egyszerűen vontatott volt. Továbbra is azt mondom, hogy mindenki fantasztikus volt. A stáb, a színészek, a zenét külön kiemelném, iszonyatosan király. Minden egyes jelentéktelen extra, zseniális. A forgatókönyv az... A könyvek elfogytak, tehát nem vártam azt, hogy egy George R. R. Martin féle mesterművet fognak tálalni. El tudom képzelni, hogy Martin hasonlóképpen fogja befejezni a könyveket, viszont a történet vége az egy-két apróságot leszámítva egy az egyben Gyűrűk Ura. Annyi a különbség, hogy a Gyűrűk Ura konkrétan ezt a befejezést építette fel. Minden egyes apróság, amik befolyásolták a karaktereket, azért voltak, hogy eljussanak ehhez a befejezéshez. Kezdjük. A trónok harca mindenkinek happy end lett, kivéve Dannyt, aki így meghalt. Minden egyes karakter happy endet kapott. Dany meghalt, de hát tudod, Dany a gonosz néni, őt most utálni kell, mert... Ja. Királyvárban kezdünk, Tyrion egymagában akar szembeszállni a hatalmas asszonnyal. Érdekesnek találtam ezt a részt, amikor Jon meg szürke féreg összebarátkoztak. Tehát a makulátlanokból konkrétan megcsinálták az SS-t. Érted? Jon meg Davos azt mondják, hogy beszélniük kell Dannyvel. Tehát elindulnak. Szürke féreg nagyban el van foglalva a torkok elvágásával, és figyeld, Jon odaér, és szürke féreg már ott van. Tér és idő nem léteznek. A dotrakiak ismételten szaporodtak, tehát szerencsére nem kell őket rezervátumba rakni. Ez a jelenet tökéletes. Meg kell hagyni, hogy amikor Dany elkezdte ezt a beszédet, az adta. Örülök neki, hogy ez nem arról szólt, hogy hogy hívják. Időközben Tyrion felfedezte a családját, akik, hát nem tudom. Tehát gyakorlatilag rájuk omlott a katakombának egy része, és most olyan, mintha rendeltek volna egy raklap téglát, és ajándékba küldtek hozzá két Lannistert. De azért azt hozzá kell tennem, hogy Peter Dinklage, mint színész, fantasztikus. Dany arról beszél, hogy ők felszabadítók lettek. Tehát Derestől Dornig fel fogják szabadítani az embereket. Igen, gyakorlatilag a felszabadítás az azt jelenti, hogy megölnek mindenkit. Dany, mint karakter, úgy volt felépítve, hogy szüksége van tanácsadókra, de rendelkezik józan ésszel. Tehát saját maga is képes eldönteni, hogy amit tesz, az jó vagy rossz. Ennek vége. Volt valaki, aki ilyen típusú elváltozást szenvedett. Értem. Arya és Jon, az árgyélusát. Arya nagyon sokat tanult a senkiktől.
tehát megtanulta a mérgek használatát, elkészítését, stb. Nagyon tehetséges. Azt mondja Johnnak, hogy felismeri a gyilkosokat. Tehát Danny felégette egész királyvárat, megölt nagyjából 1 millió embert, és Arya magától észrevette, hogy Danny egy gyilkos. Ez azért nem semmi. Tyrion és Jon beszélgetése az egész kellemes volt. Szóba került itt minden, Aemon mester, a kötelesség, a szerelem, a vak lojalitás, a józanész, meg ilyesmi. Nem tudom igazolni, hogy mi történt. A 8. évad legnagyobb katasztrófája az Jon, az ember, aki az éjjeli őrség parancsnoka volt. Az ember, aki megmentette a szabad népet. Az ember, aki harcolt a másokkal. Az ember, akit az északiak királynak választottak. Nem tudja igazolni, hogy mi történt. Értem. Danny a trónteremben az olyan szinten epik, hogy nem tudom szavakkal elmondani. Gyönyörű szépen megcsinálták le a kalappal. Jon meg Danny beszélgetéséből egy dolog derült ki. You are my queen. Az, hogy Danny nem őrült. Tehát pontosan tudja, hogy mit csinál, csak nem veszi észre, hogy azzal a zsarnokká vált, akiket el akar pusztítani. Felmerül a kérdés, mit csinál Jon azokkal az emberekkel, akik elárulták őt? Ó, felakasztotta őket. Tyrion elárulta Dannyt. Akármennyire is szeretem, mint karaktert, Ned Stark ugyanezért halt meg. Ez valami fétisük egyébként, hogy minden nagy gonoszt egy késsel ölnek meg, de az a lényeg, hogy Danny meghalt. Szomorú. Megjelenik Drogon. Na, figyelj, Drogon, elmondom, hogy mi történt. Tehát Danny az anyád. Ő volt az, aki gyakorlatilag kikeltett. Lassan 7 éve együtt vagytok. Mindent együtt éltetek meg. És itt van ez a csávó, akit nagyjából 2 hónapja ismersz. És ő megölte az anyádat. Teljes mértékben megérteném, ha megölnéd mindegy. A vastrón elpusztult. Teljesen biztosak lehettek benne, hogy ez Martin történetében is így lesz. Aztán Drogon elviszi Dannyt. Kelet felé. Hová? Essosba, Valériába, Assaiba, Sotoriosra, hová? Illetve roppant érdekes az is, hogy a trónok harcát úgy zárják le, hogy még mindig vannak sárkányok. Na jó, tehát Danny meghalt. A sárkányveremben vagyunk, ez volt ugye az a hely, ahol a 7. évad végén összeültek. És figyeld már, egy csomó random karakter. Na, nézzük, hogy ezek az emberek kicsodák. Ott van Sam, egy random valaki, meg Edmure Tully. Azt a mindenségit. Arya, Bran, Sansa, Brienne, Davos, Gendry, meg valaki. Még egy random valaki, Yara, illetve Dorne hercege, aki továbbra is ki? Ez azért fontos, mert a konfliktus az konkrétan úgy van felépítve, hogy északiak vs. makulátlanok. Tekintettel arra, hogy Westeros összes nagyura itt van, feltételeznéd, hogy a seregeik is itt vannak. Tehát például Dorne hercege ide jött és egyedül van. A Dorne-i hadsereg nincs itt. Edmure Tully, a Tullyk hadserege hol van? Sansa idehozta a rokonát úgy, hogy a hadseregét otthon hagyta. Most tényleg? Ezt a ha ti nem lettetek volna, akkor a holtak legyőznek minket szöveget sem értem. Tehát ha nem fognak össze, akkor a holtak így is meg úgy is megölnek mindenkit. Tehát miért kell megfizetni azt, hogy használták a józan eszüket? Ott van Robin Arryn, Jon Royce, meg egy valaki. Szóval Tyrion felvetette az ötletet, hogy Westerosból megcsinálják a német-római birodalmat. A német-római birodalom császárát a birodalom legbefolyásosabb, leghatalmasabb fejedelmei választották, mint primus inter pares. Magyarul első az egyenlők között. És nem csak ennyi. Tehát meg is koronázták. A koronázás az nem olyan, mint a húsvét, hogy vagy megcsinálod, vagy nem. Ennek meg kell történni. Tyrion azt állítja, hogy a középkori embereket a történetek hozták össze. Hát nem. Nagyon fontos megérteni az akkori emberek gondolkodását. Számukra 2 dolog volt fontos. A hit és a háború. Ha éppen nem háborúztak, akkor hittek. Ha éppen nem hittek, akkor a háborúban hittek. A történetek valóban fontosak voltak, de arra felépíteni egy birodalmat, hogy a királyunk jó mesemondó, az nevetséges. Meg amúgy értette, hát a mesterek azért vannak, hogy leírják a történeteket. Tehát nem Bran a történeteik őrzője, hanem a mesterek, a könyvek. Bran elfogadja. Mi a fa? Azt mondja, hogy szerinted miért tettem meg ezt a hosszú utat? Most így őszintén kérdezem, ez komoly? Attól, hogy az egész jelenetben egy szomorú zene megy, attól még ez baromság. Amúgy csak képzeld el, Bran meghal. Kit választanak királynak? Egészen biztos, hogy nem lesz belőle polgárháború. Tuti.
A 8. évad második részében egyértelműen kijelentették, hogy fogalmuk nincs arról, hogy mi az a háromszemű holló. Tehát azt mondták, hogy az éjkirály sok háromszemű hollót is meg akart ölni. Nem. Egy darab háromszemű holló volt. Brinden. Vérholló. Aztán jött Bran. Tehát úgy zárták le a trónok harcát, hogy minden ugyanolyan, mint eddig, kivéve azt, hogy Észak független. A hat királyság ura egy olyan ember lett, aki nem önmaga. Tehát Bran határozottan és többször is kijelentette, hogy ő nem Bran. Számtalanszor elmondta, hogy ő nem lehet az ura semminek. Nem lehet az ura deresnek, nem lehet lord. Mit lehet erre mondani? Az HBO azt mondta, hogy a 8. évad legyen 10 részes. Adjanak neki egy értelmes lezárást. Nem, ők megcsinálják 6 részben. Tehát tegyünk úgy, hogy az éjkirály megölt mindenkit és kész. Jont elküldik a falra. A falat építő Brandon építette meg azért, hogy a mások visszatérését megakadályozzák. Miután legyőzték őket a hajnal csatájában, megalakult az éjjeli őrség. Azért, hogy a falat védelmezzék. A másoknak vége. A fal nem kell többet. Az éjjeli őrség nem kell többet. De oké, mondjuk azt, hogy legyen még éjjeli őrség, ugyanis a bűnözőknek meg az erőszaktevőknek egy jó hely. Tehát ide küldik Jont. Azt vágod, hogy Sam még mindig az éjjeli őrség testvére? Tehát ha van éjjeli őrség, már pedig van, ugyanis Jont oda küldik, akkor Sam hogy a bánatban van királyvárban? Az esküje alól egyedül és kizárólag a halál oldozhatja fel. Nem az, hogy a menyétemnek három kölyke született, meg nem az, hogy Melegpite odaégette a süteményt, csak és kizárólag a halál. De hát kit érdekel, ugye? Ez nem fontos. Van pár kérdésem így a végére. Jon egy Targaryen. Ja. És? Tehát mi volt a szerepe annak, hogy ő Targaryen? Semmi. Jon számára happy end. Arya. Arya már Bravosban elmondta, hogy látni akarja, mi van Westerostól nyugatra. A tűz és vérből megtudjuk, hogy Westerostól nyugatra Essos van, a világ gömbölyű. Arya számára happy end. Sansa. Egész életében királynő akart lenni, és királynő lett. Happy end. Amúgy ha Észak független lett, akkor a többi hat királyság miért nem akart független lenni? Ha Sansát megkoronázták, akkor Brent miért nem? Szürke féreg elviszi a makulátlanokat Missandei hazájába, ahol, amint említettem, olyan pillangók vannak, amik 2 perc alatt megölik őket, tehát gyakorlatilag nem, de számára is happy end. Tyrion ismét a király segítője lett, nem kell megbűnhődnie semmiért, happy end. Sam egy mester lett, az éjjeli őrségnek tett esküje már nem számít, happy end. Bran. Bran maga sem tudja, hogy miért létezik, tehát neki mindegy. Brienne felvette a tollat és a testvérek könyvébe leírta Jaime tetteit. A királyi testőrség parancsnoka lett, happy end. Podrick szintén a testőrség tagja lett, egész életében ezt akarta, happy end. Davos, nem tudom, gondolom happy end. Bronn megkapta égi kertet, happy end. Gendry habár nemesi címet kapott, de mi értelme volt annak, hogy Viharvég ura lett? Miért nem láttuk Viharvéget? Az utolsó évad, az egyetlen legendás kastély, amit eddig nem mutattak meg, és még jön Gendry is. Miért nem láttuk Viharvéget? Mint említettem, egyedül Dany volt az, aki nem úgy végezte, mint egy Disney mese. A 7. és 8. évadból sok mindent hiányoltam, de egy dolgot nagyon. A világot. Tehát deres, királyvár, deres, fal, deres, királyvár, sárkánykő, deres. Tehát ennyi volt a trónok harca világa. Így a végén egy kis pohárköszöntő. Köszönöm szépen mindenkinek, aki követte, várta, utálta, szerette a trónok harca videóimat, és mivel nagyon sokatokat foglalkoztat, válaszolnék egy kérdésre. Mi lesz a csatornával ezek után? Ugyanaz, ami ezelőtt volt. Tehát az én csatornám az nem a Trónok harca 8. évadáról szól, csak most éppen ez volt aktuális. Továbbra is ott a Gyűrűk ura, a Skyrim, Witcher, Warcraft, illetve a valódi történelem, tehát igencsak sok történet van, amit szeretek, és amit szeretnék veletek megosztani. Akit ez érdekel, örülök, ha továbbra is itt marad, akit nem, annak köszönöm szépen a figyelmet. Mindeközben kiszivárgott a történet vége, a valódi vége. És szeretném, hogy ti is lássátok. To Brandon of House Stark, I say I.
The little lord's been dreaming again.